Szervusztok, szép jó estét mindenkinek, kiskonhalas, gyönyörűséges könyvtárában, és nem kisebb témát célzunk ma meg, mint az élet értelmét. És nagyon-nagyon vicces lehet azt gondolni, hogy a sok-sok ezer könyv és sok száz tanító és a sok tucat proféta és budha közül most pont mi itt és most fogjuk megmondani a tutit. Ez nem fog bekövetkezni. Már tudjátok, hogy a zen nem arról szól, osztjuk az észt, hanem arról szól, hogy megpróbáljuk megtalálni azt az utat, amin végigmenve megtalálhatod a választ saját magadnak. Miért van erre a kérdésre mégis szükség? Miért beszéljünk róla? Egyszerűen azért, mert én saját magam annyiszor kellett, hogy találkozzam ezzel a kérdéssel a saját életutam során, és annyian közelítenek és kérdeznek engem. Ezzel a kérdéssel. Mindenki valaki valamilyen készterméket vár. Mindenki azt szeretné, hogy vegyem le azt a keményborítású, veretes kötetet, amelyikben benne van a válasz, amit elolvasunk, és attól aztán tudjuk, hogy mi az életünknek a célja. A buddhizmusban és főleg a zenben azt tanítjuk, hogy a dolgok pontosan olyanok, amilyenek az életünk is. Mit kezdjünk tehát azzal a szabad akarattal, amely bármerre mehet, de mégis vannak emberek, akiket szeretünk, és emberek, akiket nem szeretünk, tárgyak, elfoglaltságot, amiket szeretünk, és más tárgyak, más elfoglaltságok, amelyeket nem szeretünk. Vajon ez a szeretem-nem szeretem tudat elegendő-e ahhoz, hogy megtaláljuk az utunkat? Nézd meg, hogyha az állatvilágot tekinted, ott az, hogy mit egyenek, ki kell társuljanak, az nagy részt szagról eldöntik, meg egy kicsit látványból, meg szokásból, meg egyébből. Az ember egy sokkal bonyolultabb lény. Tehát nagyon sokszor fel kell tennünk magunknak azt a kérdést, hogy miért jöttünk ide, miért születtünk meg, mi... Az élet értelme, mert az, hogy csak így egymás után élem a napokat, fogyasztom az elektromosságot, az élelmiszert, az italneműket, megkeresem a pénzt, szeretek, nem szeretek, családom van, csoportom van, egyebben van, ez még önmagában valamiért nekünk, humanoidoknak kevés. És ha nem kapunk korrekt választ, a miértre, akkor nem tudunk átlépni a hogyanba. Tehát hogyan éljük azt az életet, aminek nem tudjuk a célját. És hogyha a hogyan sincs meg, akkor általában nagyon sokszor a mikorral is baj van. Tehát folyamatosan késünk, folyamatosan nem ott vagyunk, nem akkor vagyunk, nem úgy vagyunk, ahogy lennünk kellene, mert nem tudunk hogyan viszonyulni ahhoz az élethez, amit nem értünk nem látjuk a célját, vagy csak apró kis rész célokat látunk, és amikor a legvégső miért az nincs meg, akkor az emberből, mint kihúzták volna az energiacellát, és a legfontosabb pillanatokban tudunk összerodni. Az a legdurvább, hogyha csak a miért szintjén maradsz meg, és nem mész még mélyebbre, akkor ezt egy egyszerű okkal nem tudod megmagyarázni. Az egy is sok, és a tízezer is kevés. Akárhány gondolatod van. Ezek a gondolatok jönnek, mennek, változnak, az érzelmeid jönnek, mennek, változnak. Mi az, amiben egy bele tudsz kapaszkodni? És azt mondani, hogy ez az, az összes többi közül ezt emeltem ki. Ez az életem értelme, ezért születtem meg. A zen egy utat javasol, ezt hívjuk realizációs praxisnak, amikor a tudástól eljutsz a tapasztalásig. Egy csomó mindent tudhatsz, néz körül itt vagyunk a könyvtárban. Hát hogyan jutsz el a tapasztalatig? ezt hívjuk a zen vagy a meditáció útjának, és nem azzal foglalkozunk, hogy miért, mert a miértből rengeteg lesz, ezek összekapcsolódhatnak, és a saját farkát kergető kutyaként kezdenek el viselkedni, ezt hívjuk a tudat végtelen ciklusának, és ebbe bele lehet őrülni. Ezt a jeleget élt már tapasztalta. Miért? Azért. Mert miért? Azért. Mert ezért. És úgy szépen miértek, azértok és ezértek így szépen egymásban táncolnak, és nincs vége. Tehát furcsa mód el kellene jutnunk ahhoz, ami keres. Mi az, ami fölteszi a kérdést, hogy miért élek? Hogy mi az értelme ennek az egésznek? Jussunk el addig az alanyig, vagy alanynak látszó valamiig, ami bennem azt mondja, hogy én. Ezt az én rögtön összetéveztem egy csomó mindennel, főleg érzékszervi hatással, emlékekkel, választó, ítéletalkotó tudattal. De mégiscsak dolgozzunk azzal, hogy mi ez az én, mi az, ami kérdez. Mert az összes kérdésnek a gyökere ebben van, az összes alfa és omega ebben van, és amikor ezzel a kérdéssel elég sokat foglalkozol, akkor rájössz, hogy sokkal fontosabb ez a forrás, mint bármilyen gondolat, ami ebből kijön. És innentől kezdve van egy olyan egyévállás tapasztalatod, amikor meglátod, megtapasztalod azt, hogy az, ami benned kérdez, az ugyanaz, ami a másikban kérdez. Ami benned fáj, ugyanaz, ami a másikban fáj. Ami benned örül, az ugyanaz végső soron, mint ami a másikban örül. És ez teljesen lebontja azokat a korlátokat, azt az elszigeteltséget, azt az egóba ami miatt ez a kérdésen elképesztően fontos volt. A kérdés nem tűnik el, csak másképp teszed föl. Tudván, hogy a válasz nem elsősorban neked lesz igazából jelentős, hanem azoknak a barátoknak, ellenségeknek, kapcsolatoknak, akik körülötted élnek, akik benned élnek, és ezzel az úttal magadon és másokon egyaránt segítesz. Ez nélkül a tapasztalat nélkül az út nem nyílik meg. Csak a racionális vagy érzelem által színezett gondolkodás megy tovább. Amikor a nem dualitás pontját eléred, akkor a tudat letisztul, Elveszíti az individuumhoz vagy egoitáshoz köthető illúzióit, és teljesen más módon, egy meghaladó bölcsesség állapotában tiszta, tükörszerű tudattal szemléli magát és a világot. Ezt hívjuk helyes nézőpontnak. És amíg ezt a helyes nézőpontot nem érted el, addig a kérdésedet is részlegesen torzítottan, dualitásokra szabdaltan teszed föl. Tehát először tisztítsuk le azt a tükröt, amivel meg szeretnénk pillantani az univerzumot. Ezt a hatalmas csillagászati teleszkópokat készítő cégek nagyon jól tudják. Mielőtt elkezdenénk azzal foglalkozni, hogy miből és hogyan keletkezett a világegyetem, csináljunk egy olyan tükör együttest és a hozzátartozó hardvert és szoftvert, amivel meglátjuk ezt az univerzumot úgy, ahogy van. Ha nem látjuk meg magunkat úgy, ahogy vagyunk, akkor a kérdésünk forrását sem látjuk, és a választ sem fogjuk megérteni. És ezért van az, hogy tisztítsd meg a tudatod. Tisztítsd le a tükröt. Ürítsd ki a teret. És ebben meg fog jelenni az a válasz, ami csak a tiéd. De nem csak rád hat, hanem mindenkire, a környezetedre, a családodra, a társadalomra, mindenkire hat. És minél mélyebben találod ezt a választ, Annál autentikusabb. Honnan tudod, hogy mélyről és nem a felszínről jött, mint a tengerben is? A felszín az szépen fodrozódik, fújja a szél, permet lesz belőle, kicsi hullám lesz belőle, de a tenger mélye az nem mozdul. Most tekintsünk el az áramlatoktól, de a hullámokhoz képest nem mozdul. Hatalmas tömege, óriási ereje van. A tudat is ilyen. Ha feldolgozod a saját házi feladatodat, megvan a nem dualisztikus tudat, nem énszerű tudat tapasztalata, megvan az, ami a személy fölött van, és amikor ez a tapasztalat tiszta, akkor a tudatod olyan, mint a tér, olyan, mint a tükör. És hogyha ezt megértettük, akkor lehet tovább lépni arra a mondatra, ha megszemléled ezt az életet, akkor rájössz, hogy eredetileg nincs oka, nincs jelentése, és igazi választási lehetőséged nincs. De ha mindezt megtapasztalod, akkor jelenik meg a nagy ok, a nagy jelentés és a nagy választás. Ez mint a szokásos és ennél még rövidebb egymondatosok, nagyrészt érthetetlen mindaddig, amíg egy picit meg nem emésztetted, és ebben szeretnék egy pici, egy pici segítséget nyújtani. Ő nem mondja, hogy bot. Mi mondjuk, hogy bot. Tehát, ha te tudod azt, hogy ő nem mondja azt, hogy bot, de mi azt mondjuk, hogy bot, és ennek elneveztük, ezt átéled, és ezzel a kreatív mozdulattal együtt látod a világot úgy, ahogy van. Tehát, hogy én teremtettem meg ennek a nevét, mint magyarul beszélő közösség egyik tagja, hozzárendeltem és használom a konvenciónk szerint. Ezt a konvenciók gyűjteményét hívjuk magyar nyelvnek. Ez a bot rövid vagy hosszú. Ha rövidnek gondolod, akkor valami hosszabb van az eszedben, ha hosszúnak gondolod, akkor valami rövidebb van az eszedben, tehát ismételten összehasonlítottál, gondolkodtál, és te teremtetted magadban ennek a rövidségét vagy hosszúságát. Ez a víz, ez édes, sós vagy semleges ízű? Hát attól függ, ugye, hogy mit ebédeltél, mit ittál délután, vagy tegnap este, és az el fogja dönteni számodra, hogy a víznek a saját ásványi só, meg egyéb tartalma mellett milyen íze van. Milyen a társad? Milyen ember? És most végigfut a lista benned, és nagyon nehéz elképzelni, hogy azt a listát is te ugyanúgy teremted, mint ahogy a víz ízét és a bot hosszúságát és a nevét. Pedig, ha megnézed, ezek ugyan sokkal gyorsabban és sokkal bonyolultabban, de ugyanúgy a te tudatodban alakulnak ki és te teremted azokat a minőségeket, a te lelked tükrében lesz a másik olyan, amilyen. És ezt szoktuk néha szeretni a másikban, és ezt szoktuk néha más egyebekben nagyon rühelleni és elfogadhatatlannak tartani, hogy hogy láthat engem az ilyennek, mert én nem is olyan vagyok. De számára sikerült ezt a képet megteremteni. Őnek is sikerült ezt leolvasni belőled. Ha Ezekre a mély kérdésekre elviszed ugyanezt a látásmódot, akkor látod azt, hogy az életnek sincs eredetileg önálló a tudatodon kívüli minősége. Ezt a minőséget te adod neki. Ehhez meg kell látnod a saját karmádat, meg kell látnod a személyedet, meg kell látnod azt, hogy te honnan jöttél, mint ember. És ezért csak a tapasztalat segít, ezt nem olvashatod ki semmilyen könyvből. Még jósok, látók és különböző ilyen kártyakezelők se tudják neked ezt megmondani, pedig nagyon szeretnék. De a látó elveszi a látásodat, a jós elveszi a jövődet, a kártyavető elveszi a szerencsédet. Tehát nézd meg azt, hogy hogy teremted a világunkat, hogyan teremtjük egymásnak ezt a világot, milyen tudattal élünk, hogy látjuk önmagunkat és ezt a világot, és hogy, hogy adjuk az értelmet annak az életnek, amit élünk folyamatosan. És ha ezt a pillanat dinamikájában élő, világos közelítésben látod, akkor tudsz annak örülni, hogy együtt teremtjük ezt a világot, mert ilyenkor miénk a szabadság és a felelősség egyaránt, Ilyenkor tudjuk újraírni az életkönyvét, ilyenkor tudunk szabadon célt találni magunknak, és segíteni másoknak, hogy ébredjenek rá erre a lehetőségre, erre a potenciálra, erre a teremtő képességre, és tegyék ők is ugyanezt. A magunkkal hozott képességeket és úgynevezett adottságokat ne sorsként, hanem lehetőségként fogjuk fel, lássuk azok teremtett voltát, általunk teremtett voltát, és használjuk föl teljes felelősséggel azt, amit magunkkal hoztunk, tehetségekről, képességekről, predestinált valóság nélküli szokásokról beszélek. Amihez ragaszkodsz, azt nem látod. Amivel azonosulsz, azt nem tudod kezelni. Amit tisztán látsz, amiből kivetted a saját illúzióidat, az lesz igazából a tiéd, pedig a hétköznapi valóság szintjén úgy tűnik, mintha leválasztódnál róluk és elvesztenéd őket. Nem, csak a viszony változik meg. Ezt korábban mondtam, hogy egy festőnek néha létfontosságú az, hogy a vászontól hátrébb lépjen, letegye az ecsetet, és nézze meg teljes terjedelmében, hogy mit fest. Mi mikor lépünk hátra az életvásznától, és mikor pillantjuk meg azt az ecsetet, ami állandóan kever, és tízezer ecsetvonással egyszerre festi a vásznat, és itt más, ott más, amott más nem férnek össze a foltok, paradoxok és inkonzisztenciák és ellentétek teljesen szétszedik a képet. Ehhez az kell, hogy vegyem ki az arcomat a vászonból, mert nem csak, hogy nem látjuk, hanem bele is tesszük az arcunkat, hogy lehetőleg még jobban ne lássuk, Kielölünk egy szép, kellemesnek tűnő, jó szín foltot az életünkben, egy életterületet, és abba beletoljuk az arcunkat, hogy a többit ne is kelljen látni. Ne kelljen azokat a leveleket fölbontani, ne kelljen fölvenni a telefont, ne kelljen vele foglalkozni. És ettől borul ránk a vászon többi része, ettől lesz ad még a tarkón kis festékfoltos, és ettől van az a mélységes depresszió, hogy valójában nem tudom, miért csinálom ezt az egészet, és kiért csinálom ezt az egészet. Lép tehát hátra egy lépést, szüntessd meg az azonosulást, szüntesd meg az ítéletalkotást, vedd ki az állandóan elpazarolt energiát belőle, és térd vissza abba a pillanatba, tehát ebbe a pillanatba, ahol még nem gondolkodsz, még nem formálsz érzelmet, még nem alkotsz ítéletet, még nem emlékszel, Mindenre képes vagy, csak ebben a pillanatban tartózkodsz ettől. Miért? Hogy láss. Ez a látás, amit a buddha vidjának mond, ez kell. Tehát vedd észre, hogy nem csak egy színész vagy egy ismeretlen által gyártott moziban, egy filmben, hanem vedd észre magad a közönség területén, hogy egy székből nézed az egészet, és aztán egyszer csak megpillantod a film egyik aláírásaként a nevedet, hogy te bizony a rendezők között vagy. És utána legészes fölfáradni a mozigépész feliratú ajtóhoz, nyisd ki, és lásd meg, hogy te vetíted ezt az egészet, és a tekercs véges, a karmádnak van kezdete és van vége, és amikor a tekercs lejár, a filmnek vége, és marad az az egyetlen osztatlan fény, ami nélkül nem lenne semmi, ami kivetíti ezt, ami látja ezt, ami teremti ezt, sőt el is szenvedi ezt. Ekkor megjelenik az, hogy te rendezed, te vágod, te állítod be, te nézed és te szenveded el, mindez többesben. Mi mindannyian, tehát nem vagy egyedül. Ezt nem lehet egy mondattal, egy bekezdéssel, egy könyvvel megfogni, de egyetlen pillanat tiszta tapasztalással, ami nem kötődik névhez vagy formához, azzal igen. Ezért gyakorlunk. Ezért van a zen körnek csak egy szelete a tudás birodalmában, utána a tapasztalás, a transformáció és a felajánlás birodalma következik, mert a tapasztalás önmagában még mindig csak üresség. Ha azt nem használom fel arra, hogy transformáljam a karmámat és átalakítsam az életemet, akkor nem végeztem el a munkát, és még az átalakított, megtisztított élet sem a vége, hanem ajánlt föl azt azoknak a lényeknek, akik körülötted vannak, akik természetesen a társaid, mert nem tartod meg magadnak ezt, hanem fölajánlod másnak. Miért? Azért, hogy használja. Azért, hogy az övé is legyen a tapasztalás átalakítás és felajánlás áldása, mert ha ezt nem tennénk meg, akkor ismét ránk az a szenvedés, amit a másik nem oldott fel a saját életében. És ahhoz, hogy ezt a munkát mindenki önállóan elvégezhesse, ahhoz tanítás, segítség, felajánlás kell. Tehát először a megtanult lecke, a tudás, utána a tapasztalás, aztán a transformáció, és utána a felajánlás. Ez az a buddhiszatva út, ami nem pusztán a zennek a sajátja, vagy a buddhizmusé, hanem minden olyan önzetlen, másokért cselekvő, önmagán dolgozó, és így másokon segítő ember sajátja, aki ezt az utat járja, akár tud róla, akár nem. Úgyhogy eredetileg nincs értelme, nincs jelentése és nincs célja, és miután megszülettünk, túl sok választásunk nincs, egyszer úgy is meghalunk. De hogy addig mit csinálsz, mit csinálunk, azon rengeteget tudunk dolgozni. Tehát van választásunk. Tehát van értelme, mert értelmet tudsz neki adni, megláthatod, hogy miért születtél meg, megláthatod, hogy hova lehet emelni az életcélodat, hová tudod változtatni, transformálni ezt az egészet, és hogy tudod felajánlani mások számára. És most semmiféle teatrálisra ne gondoljunk. A legteatrálisabb az a hamis áldozathozatal, amikor azt mondom, hogy felszeletelem magam, és feltállalom magam a családnak, és akkor mindenki egyen belőlem. Vagy elszigetelem magam a családtól, leválasztódom, és felállom magamat felszeletelve mondjuk a párkapcsolatban. Vagy egy csoportnak, vagy egy teljesen ismeretlen harmadik személynek, csak azért, hogy én ne létezzem, és ne foglalkozzam a problémával. Ez az az álságos áldozathozatal, ami a felelősség alól való kibújás motivációjából születik. Tehát szembeülni magammal, szembeülni a feladattal, felnőni a feladathoz, meglátni, hogy a megvilágosodásra mindenki képes, az útonjárásra mindenki képes, ez igazi szellemi felnőtté válás. Egyébként beleragadunk az infantilizmusba, egyébként panaszkodunk és másra hárítjuk a felelősséget, és ahol nem vállaljuk a felelősséget azért, hogy az életünknek értelme legyen, hogy választásokkal tudatosan éljünk, ott szabadság sincs. És ez az, amit nagyon nehezen értünk meg. Hogyha nem vállalom el a felelősséget, és nem leszek önálló, és nem kezdeményezek, akkor szabadságom sincs, utam sincs. Értelme az életemnek, az sincs. És nézd meg a kettő, hogy függ össze: akik hárítanak, akik panaszkodnak, akik másra tolják a felelősséget, ott nincs értelme semminek. Ott vagyunk marionett figurák, ott vagyunk manipulálhatók, és ott nincs szabadságunk, mert elutasítottuk. Úgyhogy a tudat szabadságával, a megvilágosodásra való képességével élve, Tudunk csak értelmet adni az életünknek, és helyesen választani, és helyes oksági láncolatokat felállítani azért, hogy amikor ennek az inkarnációnak vége, akkor mondhassd azt, hogy érdemes volt. Hatottunk, alkottunk, gyarapítottunk, és lehet, hogy a haza éppen nem derült akkor fényre, de megpróbáltuk. Törekedj, törekedj tízezer éven át. És a tízezer az itt képzetes, mert egy újabb tízezer nyílik utána. Tehát ne kérdezd azt, hogy a fának mikor lesz gyümölcse, ne foglalkozz azzal, hogy valaki rád süti e azt a bélyeget, hogy te beérkeztél vagy sem. Láss, és tégy legjobb belátásod szerint, cselekedj, és ajánld fel az eredményét másoknak, tudd a határaidat, mint személy, és bonts le az egoitásodat emellett, és ekkor tudod elérni azt, ami nagyon kevés ember számára látszik ez elérhetőnek. De lehet. És az, hogy ez lehet, hogy lehet az úton járni, lehet tapasztalni, fel lehet ébredni, értelmet lehet adni, lehet helyesen választani, ez a buddha tanítása ez, mint emberek, mindannyiunk osztály része, mindannyiunk lehetőségei közé tartozik. Úgyhogy, ha most van ezzel kapcsolatban bármiféle kérdés, akkor nagyon szívesen fogadom és megpróbálom megválaszolni. Uh, amit eddig hallottunk, attól hozzászólnák olyan uh, szemszögből, hogy a valós életben, uh, a, tehát amit cselekszünk ebben a pillanatban, amit élünk itt, uh, ott miként csináljuk ezt a megvilágosodási uh, folyamatot, mivel tudjuk elősegíteni, mert mert valójában itt éljük a dolgokat ebben az életbe, itt az utcán, a családba, a kapcsolatba, a uh, anyánkkal, társunkkal, a kutyával, vagy pedig ezzel kell valamit elröppenni valahova? Tehát nem kell a vásznat felszabdalni és eltenni a láda fiába, csak ahogy mondtam, hátrébb kell lépni, érdemes. És az életeddel, a karmáddal önmagában semmi baj nincs. De ha szenvedés van, ha diszharmónia van, akkor belül magadban valamit igazítani kell. És ahhoz, hogy megvalósuljon a szeretet energiák szabad áramlása, ahhoz magamat, mint akadályt kell megszüntetni ez ügyben, ebben az irányban. Tehát itt megint csak nem arról van szó, hogy elmondjuk a tutit, és megvan a recept, hogy te hogy csináld. Tabletta, kis bájital, nincs. Viszont az van, hogy elmondható, hogy hol vannak az akadályok. Elkezdesz ítéletalkotóan működni, azonnyomban szakítod szét a vásznat jobbra és balra, az életedet jóra és rosszra, az embereket elviselhetőre és elviselhetetlenre. Azon nyomban, hogyha ragaszkodtál, ha azonosultál, ha a dualitásokba túl sok energiát tettél, akadályokat halmozol föl. Tehát, ha megszünteted az akadályokat, akkor ez spontán megvalósul. Tehát ezért van az, hogy a szívszutrában látod azt, hogy nem, nem, nem sem, sem, sem. Ugyanis ez mind az azonosulásokat tisztítja ki, mind az akadályokat mozdítja el. És ha elmozdulnak az akadályok, akkor az, amiről kérdezel, spontán megvalósul. Hogyha az eddigi háttér, hátterem alapján van egy kialakult értékrendszerem, van egy kialakult igazságrend, igazság érzetem, és ennek alapján a legjobb belátásom szerint próbálok cselekedni. Már nagyon-nagyon már rosszul hangzik. Igen. De ez nem mindenki számára megfelelő. Akkor hogyan van a tovább? Ez úgy van, hogy rámegyünk a nagyon-nagyon karcos, fájdalmas és konfliktusokkal terhet konkrétumoknak a síkjára. Nem most, magadban belül. Az, hogy a te igazságérzeted mennyire a te véleményed, és mennyire egyezik a világ működésével, ezt kell meglátni, és a véleményt eltakarítani, és a világ működését beengedni, beleértve a másik embert. Ha a másik embert nem engeded be magadba úgy, ahogy az van, nem tudod kezelni életem legnagyobb kudarcai pont erre voltak visszavezethetők, hogy nekem ábóvó igazam van. Az én bennem lévő igazságérzet, az a rend, az a kis mikrokozmosz, ami én vagyok, vagy amit meghagytam magamból, az eleve kizárta, hogy a másikat meghallgassam, megértsem, meglássam, úgy, ahogy van, mert önvédelem által ítéltem. És nem engedtem át magad, magamon, és ha nem engedem át magamon, akkor én tudatom van, és nem tértudatom van. Ha átengeded magadon, tértudatod van, és akkor látod. Ha önvédelmet gyakorolsz, akkor egy nagyon kemény polaritás és dualitás alakul ki, és az egyik győz, és a másik veszít. A teret nem lehet legyőzni. A látót nem lehet elpusztítani. Néha testet vált, egy másik történt. Jó? Tehát azért megyünk ilyen magasra, transzcendens, hogy ebből a nézőpontból lásd azt, hogy amikor az ember önálló véleményt alkot, szülessék az az igazság teljes tudatában is, ez csattani fog egy másik személyiség felületén. Uh -huh. És ekkor szüntette meg a megoldás lehetőségét. Ekkor lettem én az igazság legnagyobb érzetével akadály. És ekkor kell hátrébb lépni, leporolni magamat, inni egy pohár teát, és utána megnézni, hogy mi ez. Egy alanyit belül, mi ez, mi ez, amit fortyog. És utána, mi ez, mint tárgy, mint probléma. És akkor a harmadik az, hogy akkor most ő valójában kicsoda. Úgyhogy. Ezekkel a kérdésekkel vissza lehet nyitni a tudatot egy magasabb, tisztább realitásra. Ezzel a kérdéssel el tudod takarítani magadat az útból, hogy a látó marad, de te megszűntél. És ez a legnehezebb munka. Mert ha nekem igazam van, akkor a másiknak nem lesz. És a másik addig küzd, amíg neki legalább egy pici igaza nincs, de az emberek többsége nem áll meg, hanem ledózerol, mint a tank, mert neki még jobban igaza van, mint neked. Ezt Magyarországon úgy hívjuk, hogy gőg. Hát nem csak, hogy nem ismerem el, hogy a teged ugyanolyan kék, mint az enyém, hanem az énegem mindig kékebb, mint a tied, mindig többe kerül, mindig sokkal, de sokkal értékesebb lesz, és hogyha te ezt nem ismered, akkor eltaposlak. Ez ennyire durva tud lenni. Tehát az ékék a fűzöld, és ez nem valakinek az érdeme vagy a hátránya. Tehát az igazsághoz nem kell ítéletalkotást és egyfajta megkülönböztetést fűzni, hanem látni kell. Iszonyú nehéz, de lehetséges. Köszönöm. Szívesen. Tehát a -a. ez a hátralépés, és ez egy dinamikus dolog, a, abból a szemszögből, hogy ami most történik, avval foglalkozunk állandóan. Ebben pillanatban mindenféle gondolat kiüresítésével, ki hogy most ütődött a tabot, most itt vagyunk, most vizet iszok. Ilyen szemszögből nem pedig, ö, nem pedig gondolatokat for, ö, teszünk hozzá. Ezt nem kell... Ö, Éberségnekvel a, azt a momentumot ö, megéljük, ami van. Csak láss, ez a buddha természet. Aha. Tehát nem azt, hogy most én megfogom a botot. Most leteszem uh, a botot. Így tudom elmagyarázni, csak. tehát. Om, om, nincs, nincs fogalmi meta réteg, abba mm. bele lehet őrülni. Uh -huh, uh -huh. Tehát ez így. Megfogtam a botot, ugyan miért? Talán azért, mert zenelőadást előadást tartok. Uh -huh. hmm. Fordítsa meg uh -huh. ezt, derékszögbe, és emeljem meg föl egy picit olyan 30 centire az asztalta. Na ez őrület. Nagyszerű, erre gondoltam. Jó. Köszönöm. Nagyon jó. Egyébként, amikor nincs ez az őrület, akkor jelenik meg a spontaneitás és a humorérzék, és a társaság. Amikor az ember elszigetelődik, elveszti a humorérzékét, és megszűnik spontánnak lenni, mert darabos, akkor vesztette el ezt a minőséget. Mi a különbség az okos ember meg a buta ember között? A buta ember azt hiszi magáról, hogy okos, de közben nem. Az okos ember tudja, hogy ő nagyon keveset tud, és ezért megfelelő alázattal közelít a tudás felé. Minél jobban veri magát, hogy ő az okos, annál biztosabb, hogy félművelt és iszonyú keveset tud. Uh -huh. És minél többet tud, annál inkább látja, hogy sokkal kevesebbet tud, mint ami ez a világ, vagy a világból elsajátítható tudás. Alapszinten ez van. A második szint az, hogy soha nem helyettesíti be a tudást, a tapasztalattal. És ezért soha nem akar téged meggyőzni. Te informál, teret nyit, kérdést tesz föl, vagy tétet föl. És ez már bölcsesség. Úgyhogy, amikor a tapasztalathoz elvezető utat megkapod, akkor kapod meg az önállóságot, ami már nem tudás messze, hanem úton járás. Ez az, amit a keletiek úgy mondtak, hogy az út maga és akkor az ember a tapasztalata által az úttá válik. Itt nyugaton több fordítási hibát is vétettünk az elmúlt 2000 évben, de az, hogy a logoszt behelyettesítettük verbalitásba, az igét szóbeliségbe, ez egyik legnagyobb hiba volt, amit valaha spirituálisan elkövethettünk. És még mindig ennek a hibának a levét isszuk. Hogy valami szóbeliségként képzeltük el ezt a teremtés előtti állapotot, amikor a tudat még nem nyilvánult meg, amikor ez a világ még nem született meg. És onnantól kezdve ragadunk bele a saját metarendszerünkbe, a saját hasonlatainkba, és nem tudjuk a szavak eredeti értelmét. Hanvas Béla mondta, hogy kétféle halott van, az egyik, akinek a lelke nem térhet vissza a testébe, és a másik, aki a szavak eredeti értelmét nem tudja ez a kétféle halott. Úgy rengeteg zombi van most itt a világban. Hogyan tudunk az olyan embereken segíteni, akik erőszakkal összezárják a szemüket, illetve mondhatnám egy másik példával, aki a pocsolyába úgy érzi magát, hogy kristálytiszta vízben fürdik. A másodikat azt hagynám egy kicsit, az elsőt szeretném kicsit kinyitni, hogy akik erőszakkal bezárják a szemüket. be kell hozzá még fogni az orrukat is, meg a Tehát, eh, tehát akkor valójában eh, ne emeljük a kezünket tőle, hanem fogjuk be az orrukat magyarán mondva, lépjünk, tegyünk valamit. Ha megvan egy szikrányi remény is arra, hogy valamit tanul és kinyílik, Aha. akkor igen, ha nem, akkor nyugodtan hagyd menni, majd neki megy a falnak. De ott állsz mellette a mentőládával. Tehát ha te úgy döntesz, hogy hagyod neki menni a falnak, akkor legyél kész arra, hogy be is kötözöd. Mert ezt szoktuk elfelejteni. Vagy az van, hogy szuperszenvedő nagymamaként rohanunk mindenki után, akit csukott szeműnek látunk, vagy vaknak, vagy tévejedetnek, vagy illúziók által terhetnek, és állandóan fel akarjuk ébreszteni, és a mentő ládából a kis mentális sebbhintőport a lelke sebeire ráhinteni, azt pedig folyamatosan hesseget, hogy nekem semmi bajom nincs. Engem hagyjanak, békén, én jól vagyok. És így nem is szabad. Te hiába látod a problémáit, az csak ő tudja megoldani, nem hagyja, hogy rávezest. Tehát nem fogja a segítséget elfogadni. A következő mozdulat pedig az, hogy igen, akkor csinálj, amit akarsz. Zuhanyál szakadékba, robbanjál föl esélyből a vízbe fulladj meg, mert akkor, akkor ez az ítélet alkot, akkor nem is vagy ember, akkor nem szeretlek, mert nem hallgattál rám. Ez is teljesen hibás. Ez már dualisztikus, igen. Erősen. Jó, te, te. Erősen. Hmm. Engedett tapasztalni. Igen? Szerinted az úgy jó? Rendben van. És ott állsz egy lépéssel hátrébb, és amikor neki ment a falnak, vérzik és ordít, és kéri a segítséget, akkor te vagy ott, és akkor meg fogja köszönni. Előtte nem tudod, sőt, még erősebb elhárító mechanizmus, még erősebb egófal, és te leszel a hibás. Miattad nem jó az élete. Miattad zuhan a szakadékba. Mert te állandóan befolyásolni akarod. Ugye? Igen. Egyéb kérdés? Az előadásban azt mondtad, hogy ha valamivel azonosulunk, ugye, akkor nem igazán látunk rá dolgokra. És én meg azt veszem észre az utóbbi időben magamon, hogy eszméletlenül tudok azonosulni sok mindennel. Tehát a munkám során is a valamivel, tehát annyira lázba, tűzbe tudsz hodni dolog, hogy, hogy én ott eltűnök, és akkor én nem látok semmit, csak magát, csak történnek a dolgok. Hogy mit, mit kellene másképp csinálni, hogy megmaradjon nálam a helyzetekben ez a távolság. Tartás, hogy lássam, amit. Tehát ne, ne vigyen el magával ez az egész. Um, úgy érzed, hogy te feloldódsz ebben az egészben? Hát, euh, akkor nem tudom, hogy hol vagyok. Tehát <laughs> valószínű, igen. De tisztán látsz, tisztán gondolkoz, tisztán döntesz? Csinálom a dolgom akkor abban a pillanatban. Tisztán látsz, tisztán gondolkoz, tisztán döntesz? Hogy érzed? Hát most próbálom, például a gyerekekkel farsangot csinálunk. És akkor ott... Ez nem azonosulás, amit mondasz, ez feloldódás ez a cselekvésben, feloldódás a pillanatban, és itt a legfontosabb az az a célképzet, az az irány, az a szándék, amiért ezt csinálod. Mert én ezt nem igazán tudtam magamban rendbe tenni most, hogy, mert amikor nem cselekszem, akkor nagyon jó. Látok mindent, és, és tök jó, de abban a pillanatban elkezdek cselekedni bizonyos helyzetekben, ott aztán azt sem tudom, hogy hol vagyok. Tehát, és miért nem? Tehát akkor tehát az miért a... nem látod, hogy hol vagy? Mi az, ami megakadályozza ezt? Ö, ne, most egyelőre, most ez egy új oldala az énségemnek. Én ezt nem tudtam, hogy én így működöm, de akkor valószínű, akkor ez, a, akkor ez a feloldódás? Mi lenne, hogyha az éntelenségednek egy új oldala lenne? Hát nem tudom, hogy mi ez, csak ez egy érdekes, így még sosem láttam magam. Juhász Gyulát És meg vagyok ilyet, Én úr, nem Isten, tudom, mi ez, de, de jó, jó nagyon. nagyon. <laughs> tehát, euh, úgyhogy euh, nézd meg az irányát, tehát itt azért az iskolai elfoglaltságokkal nincs olyan nagy rejtély, tehát azért csinálod, hogy az iskola működjön, a gyerekek tanuljanak, épüljenek, nem. stb. Nem-e? Hát, tanárnő, hadd kérdezzem egy motivációs kérdés. Jó. Miért csinálod ezt az egészet? Hát bizonyos dolgot azért, mert kell, valamit meg azért, mert egyszerűen nem tudok ellenállni, és csinálnom kell. Miért kell? Mert az úgy jön. Oké. Okay. És, és ott látod, hogy merre megy? Igen. Helyes irányba megy? Igen. Akkor tessék csinálni. Itt nincs azonosulás. Ha nem alkotsz úgy, ítet, hogy ez én vagyok, ne nyúlj hozzá. Na, akkor nincs azonosulás. Uh -huh. Ez a Just Do it -nek az egyik esete. Azt, hogy nem látod, nem tudod, néha a pillanat elvész egy picit, az lehet, hogy a tűzenergia túlterhel. Mert, mert ezen gondolkodom, és ezért nem tudom magamban hova tenni, hogy ugye energiavesztésről beszéltél, de hát olyan energiák, nem tudom, hol, honnan jönnek olyan Ezért nem Azok... mondanám azonosulásnak. Ha letokolnád, hogyha lezárnád, hogyha befalaznád, akkor lenne energiaveszteség. Itt egy más szóról van szó. Itt éntelenségről van szó igazán. Energia jelenik meg, feloldódsz egy valami sokkal nagyobban, és utána csak az irányt kell tartani, a kormányt, mert a hullám az visz előre, meg a szelek is. Nincs ez a semmi baj. Hm, jó, köszönöm szépen. Nagyon szívesen újra én talán kapcsolódnak ugyanehhez a kérdéshez, abban úgy veszem észre, hogy nagyon sokan a visszahúzódás, a nem gondolkodást a való élettől való visszahúzódásként értelmezik, nem pedig nem cselekvő cselekvésként. Talán inkább, hogy most is meglett ez magyarázva a részedről, hogy valójában az elkezd folyni vele az ember, tehát aktívan cselekszik, nem pedig kihúzódik az életből. A... Nagyon sokan úgy, úgy érzik ezt a dolgot, hogy nem gondol, stb., akkor én visszahúzódok, nem csinálok semmit. Valahogy én úgy érzem, hogy azt dinamikusan kell, úgy, ahogy a Bea mondta az előbb, hogy valójában átéli azt a dolgot, és folyik, eltűnik benne, az is egyfajta intelenség. Eltűnik benne az énje, igen. de a látása az megmarad. Tehát látod, hogy milyen irányba megy ez az egész, nem akarod meghatározni, nem akarod Igen. elemezni, nem akarod lekötni, nem akarod elsajátítani, nem akarod személyesíteni vagy személyteleníteni, mész ezzel a folyammal, és akkor, amikor ennek az egésznek vége, mert természetes módon lezárul farsangnak vége, vizsgai időszak vége, osztálykirándulás vége, és a többi, akkor tanárnő kikapcsol, kihúzza a dugót a falból, és leül meditálni. És ez a nem cselekvés. És aki azt mondja, hogy erre nem lenne szükség, akkor próbáljon meg alvás nélkül, evés nélkül, ivás nélkül, egyéb nélkül, pihenés nélkül és újratöltés nélkül működni. És amikor belátja, hogy ez lehetetlen, akkor rájöhet, hogy a tudatnak, a léleknek ugyanolyan tisztulásra és újratöltésre van szüksége, mint a testnek. Sőt, ez az, ami a kultúránkból kiveszett. Mert azt hittük, hogy ez valaki másnak a tulajdonában van, valaki vagy valami más felelős érte, és mi csak, mint teremtettek egy láthatatlan ilyen uh, húzal rendszeren keresztül, mint valami marionett bábuk, itt ki vagyunk téve különböző végzeteknek és kezdeteknek. Hát ez nincs így. Mi döntjük el a kezdetet és a véget, én döntöm el, hogy kihúzom a falból a dugót vagy sem, mennyit meditálok egy nap, mennyit beszélek, mennyit gondolkodok, mennyit érzek, mennyit cselekszek. Ez mind a mi saját szuverén döntésünk. Aki ennek nem ura, az az életének sem ura. Ez ennyire kemény. Senki és semmi nem fogja neked ezt megmondani. Ezek a kételjek, amennyire mardosúak és úgy tűnik, hogy kihúzzák a talajt a lábad alól, annyira egészségesek, mert előbb-utóbb csak eljutsz önmagadhoz. Nem akinek hiszed magad, hanem aki valójában vagy. Ezért kell tapasztalni azt, hogy néha, mintha semmibe zuhannál, mert semmilyen írás, semmilyen nézet, semmilyen kultúra, semmilyen ember nem tart meg. Na, ha ezeket mered megtapasztalni, akkor eljutsz oda, hogy valami mégis megtart, de fogalmam sincs róla, hogy az mi. És ekkor, amikor ez megvan, akkor teljesen szükségszerű, egyszer csak köszönöm szépen, most elég volt, egy napig ne szólj hozzám, és bemegyek a szalvás, tehát a aját az ajtó elé, jövő héten én ugyanezt veled. Akkor én teszem meg Igen, ez spontán jön, igen, a dinamikája van, egyfajta dinamikája ennek a változása. Tehát nem állandó az egyik, tehát nem csak egy dologgal, ez, ez, ez egy dolog a kettő, mondhatnánk. Egyfajta hullámzása. Persze, hogy nyitás zárásként Egyszer cselekszem. Így, így van, erre Igen. Na most, amit nem cselekvő cselekvésként neveztél a legelején, az egy olyan forma, vagy olyasféle mód, amikor a legnagyobb kavalkát kellős közepén meg tudod tartani a mozdulatlan, tiszta tudatot, és ezért kevesebb ö, ugye energiát vesztesz, de ugyanúgy részt veszel mindenben, de itt a nem azonosulás ment meg attól, hogy energiavesztesség, vagy sérülés, vagy, vagy ilyenek érjenek egy bizonyos fokig ez se kimeríthetetlen. Egyszer tényleg valósan ki kell húzni a dugót, és visszafordítani minden energiát magadba, lepucolni a tudat tükrét, kiegyengetni a léleknek ezeket a kurfliait, és hullámait, és egyebeit, és visszatérni a nem tér nem időbe. És ez a pillanat tisztasága, ez a teljes nem cselekvés, teljes karmamentesség úgy, ahogy van. Na ez a menedék, erről beszélünk, mint menedék, amikor azt mondjuk, hogy buddha darma szanga, a három drágasság, és a három drágasságnak a jelenléte, a gyakorlata és a többi, ez hozza ezt a pillanatot ilyen tisztán. Jó? Jó. Ja. És van olyan, hogy egy jó darabig ezt a nem cselekvő cselekvést meg tudod tartani, aztán elkezd inogni, egyre jobban belekeveredsz, egyre jobban követed a saját mások gondolatait, egyre jobban berobbannak az érzelmeid, és akkor egyszer csak kimerül, és lemegy egy ilyen küszöb alá, és akkor dühösek vagyunk, akkor ítélkezünk, akkor hárítunk, akkor eh, és ahelyett, hogy megsimogatnám, ütök egyet, mert az gyorsabb. Azt mondta, hogy én vagyok az életem rendezője, és nekem az jutott eszembe, hogy nekem például volt olyan az életemben, hogy hogy Kitűztem valami célul, és mindent megtettem azért, hogy sikerüljön. És, és nem sikerült. Mert egy ilyen. Nem, igen, szóval nem sikerült. És, és hogy nekem erre van egy válaszom ö, magamnak, hogy ez biztos azért nem sikerült, hogy ez a kudarc így a javamra váljon. De. Én biztos vagyok benne, hogy a zen tanítás szerint valami más. Szóval, hogy, hogy. hogy ja. Továbbra is hallgatlak érdeklődéssel. A felét tetted fel a kérdésnek. Kíváncsi a második felére is. De, hát, hát az, hogy mégse én vagyok, a, vagy akkor hogy voltam én a rendezője? Amikor rajtam kívüli okok miatt ért a kudarc, vagy vagy, nem, nyilván azért ért, mert hogy nekem elvárásaim voltak, és nem úgy lett. De hogyha én vagyok a rendező, és én azt nagyon akartam, és nem úgy lett. Hmm. Látod, hogy mit csinálsz? a rendező és a külvilág, a te és a külvilág visszajelzése között szépen mész körbe, 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 körbe. Én rendezem, más rendezi. Kudarc, siker. Tanulok belőle, vagy nem. Megismétlem, vagy nem. Tessék ezt a mendegélést így körbe-körbe leállítani. Feltenni azt a kérdést, hogy mi ez? Az egész eseményt, egy nagy térben látni, és felfedezni azokat az oksági viszonyokat, amelyek már ott vannak, csak te ezt le akartad bontani arra, hogy én, meg más. Itt nincs én, és nincs más eredetileg. De van neked dolgod a szakdolgozattal, a kutató munkával, a megszerkesztésével, a beadásával, és utána van az opponensnek egy dolga, van a konzulensnek egy dolga, van az iskolának, meg a szülőknek, meg egyébnek dolga. És azt kell megnézni, hogy mindenki teszi a dolgát. És ha te a saját dolgodat jól csinálod, és a többiek is végzik a sajátjukat, akkor egyszer csak kijön valami eredmény. És ha az nem olyan, akkor azt újra kell írni, javítani, és a többi, és a többi. Azért ne kössük ezt az énhez, mint személyhez ebben a pillanatban, mert ez terméketlen. A látás, ami nem kötődik az énhez, de az okozatiságot mutatja, ezt hívjuk személytelen vagy egofüggetlen tisztánlátásnak. Magadat és a világot egyben látod. A részek meg vannak különböztetve, de nincsen választóvonal, hogy egy másik törvény érvényes rám, mint a világ többi részére. Az elvárásaim elválasztják azt, ami lehet, meg ami nem lehet, ami én vagyok, és ami a másik. Tehát letesszük az énséget, letesszük az elvárásokat, megkérdezzük, hogy mi ez, Sőt, hogyha egy bizonyos eredménycentrikus nézőpontot veszel föl, akkor azt is megkérdezheted, hogy mi ez, honnan jön. És a honnan jön, az rávilágít a különböző okozati faktorokra, megmutatja azt a hálót, azt az oksági hálót, aminek következtében azt az eredményt kaptad. És ezt a látást kéne elviselni. És ezek után. Meglátod azt a csomópontot, amit ha te meghúzol, mert az a te csomópontod, akkor az összes többi szépen követi. Tehát megírod még egyszer és beadod. Ha viszont a másik csomópontját akarod, hogy talán én nem is így gondoltam, tessék másképp gondolkodni erről, azt a csomópontot nem tud befolyásolni. A sajátodat igen. Tehát hirtelen akkor megint felveszed a személyes felelősség, és így az énhez kötődő gondolkodás, nincs, egyikes és semmi baj, csak az egyik helyet ne akarjuk a másikat. Nézzük meg, melyikre van szükség éppen. És akkor megint a saját csomópontodat meghúzod, és a háló szépen megy vele együtt. Egyik hétvégén hazamész, morcos vagy. És aznap este az egész család egy kicsikét, hogy rosszul érzi magát. Na a lány morcos. És nem tudjuk felvidítani. Másik hétvégén hazamész, és kitörő örömmel üdvözlöd a szüleidet, barátját, barátját, stb. És mindenki boldog mellettet, mert boldog vagy. Ez most érzelmi oldalról és egyszerűen az, ami racionális és kognitív oldalról kicsikét bonyolult, mert meg kell nézni, hogy milyen normának kell megfelelni ahhoz, hogy azt a dolgozatot elfogadják. De ugyanaz. Megnézed a saját személyes csomópontodat, és azt megemeled, és az összes többi jön veled kicsit visszakapcsolódva az előző kérdésemhez. Kapcsolódjunk. Illetve a bevezetőhöz. Mondtad, hogy vannak emberek, akiket szeretünk, és vannak, akiket nem szeretünk. Amikor egy adott szituációban megpróbálok túllépni azon, hogy én és a saját igazság érzetem, és szeretném látni azt, hogy milyen a másik ember, és őt meglátni az adott szituációban, akkor hogyan tudom félretenni ezeket az érzelmeket? Mert elindul a lista, van, amit tisztán látok benne, de van, ami valószínű érzelemhez, véleményhez kötött lesz a listán belül. Hogyan tudom megkülönböztetni, hogy melyik az, amit tisztán látok benne, és melyik az, ami, ami inkább rólam szól, és nem róla szól? Látszóró. Ez úgy működik, hogy Lélegzet és mantra együtt. Ez a lánkszóró belül. Uh -huh. Ami a lánkszóró után ott marad, az oké. Okay. Az nem illuzórikus. Az összes illúziót elégeti a mantra és a lélegzet együtt. Tehát tér vissza a lélegzethez, tér vissza a mantráthoz, és utána mi marad? Uh -huh. A tapasztalat megszerzése. Ahhoz mennyi idő kell? Ennyi. Még megvan? Ennyi volt. Nem muszáj öregnek lenni, vagy fiatalnak. Bármi lehet, ez a pillanat, ez Igen. karma független. Értem. Ez korfüggetlen, kultúrfüggetlen, nyelvfüggetlen, bőrszínfüggetlen, szemszínfüggetlen. De ha megvan, akkor megvan. Ha nincs meg, akkor nincs. Soha nem is lesz. Meg lehet szerezni. Meg lehet. Persze. Csak mondom, magunkat kell eltakarítani az útból. Uh -huh. És azért van ez a sok-sok üldögélés, hogy ez bekövetkezzen. Tehát uh, Macu üldögél a barlangban, és elképesztő keménységgel meditál. És Huai Zhang, aki éppen akkor zenmester és apáti feladatokat látott el a templomban, felmegy a barlangba, és megkérdezi, hogy miért ülsz? azért, hogy butha legyek. Erre Huai zsang, fog egy cserepet, és elkezd egy kővel csiszolni. Iszonyú zajos. Matsu egy ideig bírja, aztán felordít. Mit csinálsz? Miért zajongsz ennyire? Én tükröt csiszolok. Akármeddig csiszolod, abból a cseréből soha nem lesz tükör. Akármeddig ülsz, attól nem leszel butha. akkor macu lefagy, és meg, akkor hogyan gyakoroljak? Huai visszakérdezi. Ha a szekered nem indul, mit ütsz? Az ökröt, vagy a szekeret? Ekkor Macu elérte a felébredést. Nagyon hosszú ideig tarthat, amíg a szekeret és az ökröt meg tudjuk különböztetni. Tehát még évekig így visszatekintve, a szekeret ütjük. Sőt, az ökröt néha megpróbáljuk elbújtatni. Igen, és a szekértől várni, hogy na, na, mozduljál szekérke! Annyit ütöttelek már, miért nem mozdulsz? És ö, meg kéne látni, hogy bizony elé kéne fogni az ökröt, és engedni, hogy az ökör húzza azt a szekeret. Csak nagyon-nagyon nehezen engedjük ezt. Érdeklődnék még, hogy meditáció után ilyen eufórikus állapotokról mi a véleménye az ennek, hogy annyira jó érzem magam, elrepülök minden, oké, okay, teljesen értek mindent, mindenben azt látom az, ami. Gyere be az interjú szobába és leteszteljük. Nincs véleményem róla. Csak hogy mennyire funkcionál, azt Aha. érdemes tudni. Tehát az, hogy ez egy érzelmi állapot, egy reflexió, egy elragadtatás, egy gyánához vagy eufóriához hasonló állapot, ez mind-mind rendben van, ez nem jó és nem rossz. De hogy mented meg a macska életét nem kolostorában. Ha még ez is megy, akkor te akármilyen eufóriában lehetsz, minden rendben van. De ha nem, akkor ez egy valami módon öncélúvá vált történet, amitől az egyéb vállás megszűnt a működés megszűnt, a helyzetfelismerés kapcsolatteremtés helyes cselekvés megszűnt, mert csak az öröm maradt. Mm -hmm. És ha csak öröm van, és az nem működőképes, és valahol duálissá vált, elvész a boldogság. És ez az, amit nagyon nehezen értünk meg. Amíg fiatalok vagyunk, nem biztos, hogy bohók, de fiatalok, addig az örömöt és a boldogságot behelyettesítjük egymással és a torzóban maradt személyiség, a be nem járt út, az öregkori infantilizmus az úgy figyelhető meg nagyrészt, hogy még mindig az örömöt és a boldogságot megfeleltetjük egymásnak. Tehát az, az a fajta érzékszervi önzés, amivel az örömtelit el akarom sajátítani, az nem szűnt meg. És az érésnek egy fokozata az, amikor nem a saját örömöm lesz a saját boldogságom, hanem esetleg a másik személynek okozott öröm a boldogságon forrása. Aztán, amikor még tovább megyünk, és még több év eltelik, akkor már a dolgok úgy, ahogy vannak, már egy csöndes, nyugodt boldogsággal tudnak eltölteni. Tehát először személyes, aztán társas, aztán minden. És már rég nem érzékszervi tartalomfüggő, rég nem érzékszervi örömfüggő de ha erre nem jövünk rá, akkor állandóan oda, vissza, villamos előtt, villamos után csapkod jobbra-balra az élet, mert valami érzékszervi tartalmat keressünk és azzal próbálunk azonosulni, azt megtartani, és, és nem jutunk el oda, hogy az öröm és a boldogság az bizony nem ugyanaz. Az egyik begyújtja a másikat, körülbelül olyan, mint a hordozó rakéta. Nézd meg egy pár kapcsolatot ott is a fizikai vonzás, az érintés, ez egy elképesztően erős és nagyon szükséges eleme egy párkapcsolatnak, és ez olyan, mint amikor a hordozó rakéta így az egész rakétát így elemeli. Aztán a stratoszfér, és kész, három-öt év. És ugyanaz a fizikai vonzás már nincs meg. És ez törvényszerű, hogy ne legyen meg, mert végre foglalkozzanak mással is. És ez teljesen normális, csak ezt néha nem látják be. És még 20 év után is ugyanazt a fizikai vonzást várják el, mint 20 évvel azelőtt. Na, ekkor keresnek nagyon nagyot a plastikai sebészek. Nézd meg, hogy hogyan szépen fokozatosan működnek a dolgok, és az örömből hogyan lesz boldogság, és a boldogság és a belátás az hogyan függ össze. Már attól, hogy valamit jól láttál, és valamit a helyére tettél, mert attól boldognak lehet lenni. Így Egyéb kérdés? Hát akkor nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem minden kötöknek az értő és érző jelenlétet a mai zen előadáson, hogy beszélhettünk az élet értelméről és más egyéb mellékhatásáról az ide születésnek. És nagyon remélem azt, hogy együtt tudunk gyakorolni, és mindenki megtalálja az életének azt a célját, azt az értelmét, amely önmagának és másnak egyaránt tud segíteni, hogy ezt az utat együtt tudjuk járni, egymást segítve, de nem kézen fogva, egymást ugye, reflexióval és visszajelzéssel irányban tartva, de nem meghatározva és lekötve, és elérjük azt a szellemi felnőttséget, amely állapotában a szabadság és a felelősség nem különbözik, hogy ezt egy térben tudjuk látni. Ahol a szabad döntés és az okozatiság nem különbözik, és ezáltal tudunk haladni az úton a felébredés és mások segítése felé. Köszönöm szépen a figyelmet!